A Magyar Országgyűlés 2014. február 4-én történelmi emléknappá nyilvánította május 6-át, a Redemció emléknapját. Az emléknap alkalmából a Millenniumi Emlékmű Parkjában, a Jászkun Redemció emlékharangjánál Györfi Sándor Jászkun főkapitány, az egykori és az újkori Jász és Kun kapitányok, az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester, Gyurcsek János és Sári Kovács Szilvia alpolgármesterek és Rózsa Sándor jegyző helyezte el az emlékezés koszorúját. Ez egy nagyon szerény megemlékezésnek sikerült, hiszen nincsenek itt a Jászkun Huszárbandérium katonái idézőjelbe, hiszen őnekik a lovas múltukkal együtt emlékezünk régi őseinkre, akik részben katonaemberek is voltak, megválasztott kapitányokra, főkapitányokra, és mindarra, amit a Redemció nekünk hozott. Ebben a pandémiás időbe, amikor a vírusjárvány szinte egész világot felöleli és bántalmazza, eszembe jut a régi, felelős Kun Jász kapitányoknak a feladatai, hogy abban az időben milyen embert próbáló tettekkel segítették a közösségeiket, kisebb és nagyobb közösségeiket. És akkor még nem volt ilyen gyors elérhetőség. Emlékezem rájuk név szerint is szinte olyan családokra, akik egész apa-fiú leszármazottként, például Kisújszállásról is a kapitányi címet megkapták. Például 1834-ben, amikor Karcagvárosba kigyulladt 634 ház, a kapitány Illési János még Kisújszállásról látta a füstött tüzet, és azonnal igyekezett a város segítségére. Újjászerveztette, megterveztette, és le is vezényelte a város újjáépítését. Hosszú időn keresztül sikerült. Ezek a kapitányok olyan sokat tettek a városokért, hogy megépítették a templomaikat, a hitnek a épületeit, amelyek örökké itt maradnak a városokba. Legalábbis reméljük. Habár a mai világban már nem ezt látjuk. Százával, ezrével bontják le a hit bástyáit, templomait. Szerencsére mi még megvédtük őket, és mindazokat, amiket építettek elődeink, nagy szorgalommal. A búzatermelő alföldön a gazdáknak szinte templomi méretű szeretettel gondozták a malmokat, ahol az élet, a kenyér liszté vált, aztán megsütötték kenyérnek. Tehát olyan tisztelettel voltak, mint ahogy elmentünk a templomba és imádkoztunk a Teremtőhöz. Ezekre mind vissza kell emlékeznünk, hogy fennmaradjon a történelembe. És a fiainkat úgy kell nevelni, hogy nemzet szeretőek, család szeretőek és hagyományainkat tisztelő fiatalokká váljanak, és ne kozmopolitákká. Azt hiszem, hogy ebben a tekintetben jól állunk, hiszen a nemzeti nevelés, a történelembe való visszatekintés nagyon fontosnak tartja a mai kormány, és bízunk benne, hogy ez továbbra is így lesz. Csak úgy tudunk segíteni, hogy azokat az ismereteket, amelyeket róluk tudunk, és azokat a tetteket, hát azt közhírré tesszük a médián keresztül. Ma már erre lehetőség van, és mindenképpen fölhívjuk a figyelmet,
és a fiataljainknak iskolákba, mindenhol ezt idézzük föl. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő a KUN szövetség elnökeként emlékezett a JASZ-KUN önmegváltásra, amikor is 1745. május 6-án került Mária Terézia magyar királynő Bécsben aláírta a jászok és kunok kiváltságainak visszaadását engedélyező okiratot. A redemció mindenképpen hozzátartozik a kunok és a jászok identitásához, hiszen a 20. századi, 19. 20. századi KUN identitás már egy kicsit redemciós identitás is, hiszen a szabadságjogok megváltása, a szabad kunok életmódja mindenképpen meghatározta úgy, mint a kiskunság, a nagykunság és a jászság életét is. És igazából őseink példát mutattak arra, hogy a szabadságért küzdeni kell, a szabadság drágább mindennél, és én örülök annak, hogy olyan települések és olyan népcsoport tagja lehetek, akik a szabadságért küzdöttek több mint 270 évvel ezelőtt is, és én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell emlékezni azokról az ősökről, akik tettükkel, munkájukkal, verejtékükkel megküzdöttek a szabadságért. Fontos az, hogy a fiatalok is tudják, hogy mit tettek elődeik, mit tettek őseik, hogyan éltek, és tudományos esszépályázatot, rajzpályázatot ki szoktunk írni a diákok részére, hogy akik foglalkoznak ezzel a témával, minél behatóbban, minél mélyebben foglalkozzanak őseink történetével, és én azt gondolom, hogy mindenképpen jó az, hogyha egy fiatal tudja azt, hogy mit tettek elődeik, hogyan kell élni, milyen hagyományokat hagytak rá, és miért ilyen a nagykunság, miért ilyen a kiskunság, miért ilyen a jászság, és miért ilyen ezeknek a területeknek az identitása és a szabadsághoz való hozzáállása. Ezt az eseményt nevezzük latin szóval redemciónak, azaz önmegváltásnak. A jászok, a kiskunok és a nagykunok szabadságaik visszaszerzése érdekében 580 ezer rajnai forintot gyűjtöttek össze az önmegváltásra. Nagyon fontos a mai nap számunkra, kunok, jászkunok számára, hiszen 1745-ben május 6-án váltotta meg magát a jászkun kerület, és vívta ki újra azt a szabadságot, azokat a jogokat, amelyek őt megillették, és amelyek a mai napig egyébként életben vannak, és azt gondolom, hogy mindenkinek a lelkében élnek ezek a gondolatok. Emlékezünk, és valóban, ahogy itt a hátam mögött is látszik, azért mégis Karcag a nagykunság fővárosa, egy méltó emlékhelyet állított a város Györfi Sándor Kossuth díjas szobrászművész jóvoltából. Van hol emlékeznünk, van hol az emlékeinket az utódok számára átadni, hiszen ez az identitás, ez a gondolkodásmód a jövőben is kell, hogy jellemezze a kunokat. Picit szomorú, hogy ezen a számunkra nagyon fontos emléknapon ilyen szűk keretek között kell megemlékezni, de én biztos vagyok abban, hogy minden közösség, azoknak a családtagoknak a leszármazottjai, akik akkor részt vettek a redemcióban, és mindenki, aki átélte és továbbadta az ősöknek, az méltóképpen magában, a szívében megemlékezik a mai napon.